szokták tőzsdebűvésznek, tőzsdegurunak nevezni, és erre ő rá is szolgált. Címszavakban az életrajza, bár igen sokan tudják. 1924-ben elhagyta Magyarországot, Párizsba megy, és ott 3 évig ezt azt tanul, de tőzsdeelméletet egy pillanatig sem. Mégis elég fiatalon, jókora nyereséget könyvelhet el magának a tőzsdén. A háború után felvásárolta Németország kötvényeit 250-es áron, és 135 ezerrel adta el. Ki lehet számítani, hogy milyen nyereségre tett szert. Ez volt tulajdonképpen élete legnagyobb üzlete, bevallottam. Alig 40 éves, amikor már szigorúan tőzsdézésből annyit összeszed, hogy az aktív életét a tőzsdén befejezi, és azóta tulajdonképpen tőkéjének hozadékaiból él. Máig előad a világ meg annyi egyetemén, bár a közgazdaságtant nem sokra becsüli. A 87 éves, magyar származású André Kosztolányi következik. Kosztolányi úr, ha az ember ennyi idős, és én kimondtam a korát, ön sem csinál ebből titkot, nem. Máig azért a fő éltető eleme, ha nem is olyan aktivitással, mint mondjuk 40 éves koráig a tőzsde? Ma kevésbé, de foglalkozom vele elméletileg. Írok, előadok, rengeteg előadást csinálok egyetemeken, bankokban, takarékpénztárokban, biztosítóknál. 2 évvel ezelőtt 92 előadást tartottam 2 évvel ezelőtt, 85 éves koromban. Aztán van televízió, rádió, viták, és írnom kell állandóan. 10 könyvem jelent meg. De azért azt nem bírja ki, hogy mondjuk minden nap ne nézzem be a tőzsdére. Egyet nem is járok már. Már nem jár? Nem. Mert amit ott hallani, az csupa badarság. 20 éves koromban jártam a tőzsdére, de az utolsó 10 évben már nem. Hébe-hébe elmegyek csak azért, hogy barátokkal találkozzam. A tőzsdék megszűnnek lassan. Annyiban szűnnek meg, hogy nem a tőzsdére mennek az alkuszok, hanem az irodából kompjúterrel csinálják az üzleteket. De azért papírjai vannak? Rengeteg papírom van, 450 különböző papírom volt. Egyébként egy pillanatra itt közbevetnék valamit. Ön rokoni kapcsolatban volt a híres íróköltő Kosztolányi Dezsővel? Nem, soha, mert én budapesti, ős budapesti vagyok, már X nagyapám is pesti volt, de a Kosztolányi Dezső a szabadkai volt. Vissza a tőzsdére. Hogyan határozná ön meg, mi az, hogy tőzsde? Mi a tőzsde? A tőzsde ott, ahol találkoznak a tőkések és a vállalkozók. A tőkések hozzák a pénzt, a vállalkozóknak szükség van a pénzre. És ott cserélik ki a pénzt a vállalatokra, illetőleg a vállalatok részvényeire. Ezért olyan fontos a tőzsde, mert a privatizálást, ami folyamatban van az ex-kommunista országokban, tőzsde nélkül nem lehetne megcsinálni. Mert ott nem lehet hirdetni a valakon, vagy az újságban el akarok adni 100 fotexet, vagy 100 e-buszt, vagy venni akarok 100 fotexet, 100 e-buszt, azt nem lehet. Találkoznak valahol egy bizonyos helyen, hajdanában, egy fa alatt esetleg, például Venezuelában, Caracasban a tőzsde úgy kezdődött, hogy egy fa alatt találkoztak az alkuszok. Azok, akiknek volt pénzük, vagy a megbízóiknak volt készpénzük, és azoknak, akinek a pénzre szükségük volt. Mi a különbség a tőzsdézés és a hazárdírozás között? Az óriási különbség van. Háromféle tőzsdejáték van. Lehet játszani, hazárdőrözni, egyik napról a másikra, egy hétre a másikra, aztán lehet spekulálni 6 hónapra, 12 hónapra, 2 évre, szóval úgynevezett long term, hosszú távú spekuláció, és aztán vannak olyan investorok, akik ma megveszik arra a napra, amikor visszavonulnak, és nyugdíjasok lesznek. Ön melyik a három közül? Én a három közül a második helyen. Játékos sose voltam. Nem voltam soha hazárdőr, egyik napra másikra nem érdekel. Egyik napra más kiszámíthatatlan minden. Én középtávú vagyok. Középtávú 2 évre, 3 évre. De ma már, talán már az sem, ma már csak egész hosszú távú vagyok. Mi volt a legnagyobb bukása? Nagyon nagy bukásom nem volt, de sok kis bukásom volt.
Sok kis bukások. Hogyne több. Például én az algéri háború alatt, amikor Franciaország algériai háborút vezetett, azt hittem, hogy a tőzsde le fog menni, és arra spekuláltam. De tévedtem. Mert a háború dacára, mindennek dacára a tőzsde állandóan ment föl, ment föl. Az egy elég nagy érvágás volt, de nagyjában nagyon nagy bukásom nem volt. Amikor kicsit bukott, mennyit bukott? Amikor esetleg 300 ezer frankot, 400 ezer frankot, az már komoly bukás. Hát az azért az 8 millió forint? Én nem tudom, hogy... Körülbelül annyi. Ugye korunk nagy tőzsdése Soros György. Ön mitől nem lett olyan nagy, hogyha ilyen nagyban csinálta? Egy generációval öregebb vagyok. Az már sokat számít. Igen. És én konzervatív vagyok. Én nagyon óvatos vagyok. Soros egy játékos. Egy kimondott zsugása, ahogy magyarul mondják. Ő zsugázik milliókba. Ha milliókba zsugáztam volna én, akkor milliárdokat kerestem volna szintén, mert az ideáim remekek voltak. Például az, hogy a Németország fölépült. De én nem csak német papírokat vettem, én vettem még magyar papírokat, magyar kötvényeket, még mindig meg is vannak, majd azokat rendezik egy nap. Én vettem román, bolgár, mi az, hogy rendezik egy nap, ezen mit ért? Igen, hogyan? Már rendezték is részben. A régi magyar kölcsönöket rendezték, de én nem fogadtam el a rendezést. Én vártam. Keveset adtak érte? Adtak készpénzt, nem az egész, nem 100%-et. Nem, de adtak. Hogy, de visszaváltották egy részét. De ő nem volt elégedett a visszaváltás nekem értékkel. Nem volt elég, igen. Ezért tehát aztán még adtam. Vár egy kicsit. Én nekem van türelmem, nézze. Tudja, mit vettem én 5 évvel ezelőtt? Nevetni fog. Régi orosz cári kölcsönöket. Régi orosz száni kölcsönöket a 19. századból. Kilószám, kilói vannak belőle. Hát ez a múzeumának kell, nem? Hogyan? Van ennek értelme? Nézd, a tőzsdén két dolog van fontos. Fantázia és türelem. Fantázia, hogy olyan dolgokra gondoljon, amire más nem gondol. Tudja? És aztán türelem, kiülni azt, hogy igazat kapjak. Amikor elkezdődött a Gorbacsov és amerikai barátkozás, már akkor számoltam azzal, hogy ennek nagyon jó vége lesz. Azt nem hittem volna, hogy így összeomlik a szovjet, ami egy perc alatt. De azzal számítottam, hogy állandóan közeledni fognak. És ha közelednek, és elhatározzák, hogy leszerelnek, akkor Oroszország egy olyan óriási utánpótlási étvágya van, hogy az egész nyugat élhet abból, amit Oroszországnak kell szállítani. De pénzük nincs. Tehát a nyugat fog nekik egy óriási összeget adni. Ezt én megírtam akkor. 4 éve. Egy óriási összeget fog adni Oroszországnak, hogy újra talpra álljon. De akkor még nem volt, akkor még kommunizmus volt. De közeledés. És Oroszország, ha egy ilyen nagy kölcsönt kap majd, én már akkor írtam 50-60 milliárd dollárról, akkor neki előbb ki kell nem kifizetni, de rendezni kell a régi cári adósságot is, mert az még mindig létezik. Még mindig a tőzsdéken, most már nem. Most amióta már Gorbacsov Párizsban volt, és megígérte, hogy rendezve lesz, azóta letörölték a tőzsdéről. Tehát én már ma is eladhatnám. Kivenné meg? Eladhatnám 7-szeres, 8-szoros pénzért. De csak nem még vár. Én vár. Nekem a türelmem. Én egyszer kaptam öntől tanácsot, igen, vagy emlékszik rá, vagy nem. 90-ben találkoztunk Frankfurtban, és ott én egy interjút csinálhattam önnel, és ez volt az utolsó kérdésem, hogy itt vagyok Frankfurtban, adjon nekem tanácsot, hogy milyen papírt vegyek. Igen. Ön azt mondta, hogy menjen ki, fiam, és itt a legelső boltban vegyen egy IBM, illetve több IBM kötvényt. Na most kötvény. Szeretném elmondani, tudom napra készen, hogy ma a 90-es árnak kevesebb, mint a felét éri ez az nem, IBM kötvény. Az IBM részvény, de nem az IBM kötvény. Hát amit én vettem, egy biztos, akkor az ma kevesebb, mint a felét ér. Nem. Hogy mit csinálta? Félreértettem önt? Hogyan? Félreértettem önt akkor? Akkor félreértettem, mert én nem részvényt mondtam, hanem kötvényt. A véleményem a spekulációra következő. Akinek sok pénze van, annak szabad spekulálni. Akinek kis pénze van, annak tilos a spekuláció. És akinek egyáltalán semmi pénze nincs, annak muszáj spekulálni. De kis emberek kérdeznek tőle tanácsot, hogy mibe fektessék a megspórolt pénzüket. Akkor nekem csak egy tanácsom van, kis embereknek. Mondjuk egy fiatal házaspárnak ennyi és ennyi ezer forint havi jövedelem, mert két gyerek, ez egy típus.
ne csinálj, ne vegyenek semmit. Hanem ez egy biztos tanács, ez biztos bejön. Fektessék ezt a pénzt gyerekeik nevelésébe és tanításába. Mert én a gyereke vagyok egy olyan házaspárnak, akik a két háborún keresztül teljesen tönkrementek. De azt, amik belém investáltak tanításban, tanulásban, nevelésben, abból én nagyszerűen el tudtam tartani őket a háború után Zürichbe, hercegi módon, mert azt, amit én tanultam, hála az én szüleimnek, azt én majd gyümölcsöztetni tudom óriási módon. És ezért hálás vagyok neki. Köszönöm, úr, és hogyan él? Vannak drága passziói, így aztán? Egy angol butlert szeretnék. Tudom, egy angol butler, egy angol inast. Az volna egy nagy vágyam. Nem tellett egy butlerre? Az nagyon, az rettentő sokba kerülne ma. Egy angol butler ma, az vele kerülne ma havi 10 000 dollárba. Számítsa ki, miben az forintba. Az egy túl sok. Hát így is van személyzetem, mert van 3 személyzetem. Én nagyon kényelmesen élek. Evésre, ivásra nem adok ki sokat. Bár szeret, gasztronóm vagyok, de nem nagyon keveset eszem. És a passzióm, gyűjtök. Én bibliofil vagyok. Egy óriási könyvtárom van, közgazdasági, pénzügyi és börzei könyvekből. De régi könyvekből is. A 15. századból is. 15. századból. Van egy példányom abból a könyvben, az első könyv, ami devizákról és valutákról szól. Azt én vettem már 30 évvel ezelőtt, és ma óriási pénzt ígérnek érte. Nem gyereke akarom, nincs? Mi? Gyerekem nekem nincs. Az egyetemen néha kérdezik diákok, mondja a kedves Kosztolányon, a magának volna egy fia, vagy talán van egy fia, szeretné, hogy abból tőzsdést csináljanak? Azt mondom, nem. Ha egy fiam volna, földétlen muzsikusnak kell lenni, zeni. Hogy mi? Zeneszerző, karmester, vagy zongorista, az más napotok. A másodikból föltétlen képzőművész, vagy festőművész, hiszen művészettörténetet tanultam, vagy festőművész, vagy rajzoló, szóval művész, vagy szobrász. A harmadik, azt szeretném, ha író lenne, vagy újságíró. Újságíró, író, szóval milyen intellektuális foglalkozás. A negyedik föltétlenül tőzsdés legyen, hogy a 3 másikat eltartsa.